Miben látja a helyi közösségek jelentőségét, van-e valós hatáskörük? Fontosnak tartom, hogy a helyi közösségek megalapítása és megalakítása után meglegyenek a hatáskörök, amelyek körülírják azt, hogy különösen az infrastruktúrában milyen fontos szerepet játszhat a helyi közösség, és azt hiszem, hogy valós hatáskörük is van, mert tulajdonképpen a közösségben tudjuk reprezentálni azt, amit a polgárok ezen a szinten kérni tudnak az önkormányzattól. Hát a helyi közösség ugye, ez egy nagyon jól kitalált dolog, és nagyon jól működne, ha megvolnának a megfelelő háttér létesítmények hozzá. Értem itt azt, hogy saját pénzügyeik lennének, és nem pedig a városépítészeti hivataltól függnénk. Mert mi itt a helyi közösség területén lakók tudjuk a legjobban, hogy mik a helyi problémák, és a legjobban meg tudnánk oldani, ha rendelkeznénk egy bizonyos pénzösszeggel, amit a városi büdzséből kapnánk. Akkor azt mi itt a helyszínen nagyon szépen el tudnánk osztani. Jelen pillanatban az van, hogy mi leírjuk, hogy mik a problémák, és majd ott bent valaki eldönti, hogy na most ezekből mi volna jó a maghetesieknek, mit kellene megoldani. Ez így nem funkcionál, ez így nagyon rossz. Úgyhogy helyi közösség, mint helyi közösség, ugye létezünk, meg dolgozunk, viszont ameddig nem lesz önálló pénzügyi keretünk, vagyis büdzsénk, addig nem tudunk eredményeket produkálni, mert a mindenkori városvezetőségtől függ az, hogy egyáltalán fejlődik-e valamit is az a bizonyos helyi közösség. Hogyan értékelné Szabadka viszonyulását a helyi közösségekhez? Hát ez rettentő érdekes dolog. Az utóbbi 3 évben hatalmasat fordult, legalábbis én a saját helyi közösségemről beszélek, a városvezetőség viszonyulása a helyi közösséghez. Mert mondjuk most alapul veszem a 2010-es évet, egyetlen egy dinárnyi beruházás nem történt. Ezt így kell érteni, ahogy mondom. Egyetlen egy dinárnyi beruházás nem történt. Tavaly november közepén elkezdték csinálni a bicikliutat, aminek már 3 éve meg kellett volna, hogy legyen, de nincs kiaszfaltozva, csak a földmunkák lettek megcsinálva. Szóval azt hiszem, hogy nem jó a hozzáállás. Némely helyi közösség 2008-2009-es viszonylatban rengeteg pénzt kapott, a többiek, a peremvárosiak, vagy a nem lojálisak a városvezetőséghez, hogy így mondjam, azok viszont egy dinárt se. És így rettentő nagyon nehéz dolgozni, és rettentő nehéz produkálni bármilyen eredményt itt a helyi közösség. Én úgy látom évek során, és a tapasztalatom olyan, hogy a közös megbeszélést, ez az információ csere, ez létezik. Én azt hiszem, hogy egy olyan korszakban élünk most, amikor az egyenjogúság és ez az egyenrangúság, ez a megtisztelés abban a két irányban, ez a két irány utca, ez működik, és úgy látom, hogy megvannak az önkormányzat részéről azok a lépések, az a cselekedet, hogy jobbá tegyük ezt a mindennapi helyzetünket. Abból úgy ítélem meg, hogy lehetne rajta sokat javítani, de valamilyen irányban már haladunk. Mi változtatna, ha a helyi közösségek vagyona városi tulajdonba kerülne? Átgondoltam egy rövid információt, elolvastam az interneten, és elgondolkoztam rajta. Sajnos mi nem vagyunk olyan helyzetben, mint a Központ 2, hogy vagyonunk is volna, mivel hogy ezek a helyiségek, amelyek a helyi közösséghez tartoznak, ez az önkormányzat tulajdonában van már, de elgondolkozok azon, hogy azok, akik saját munkájukkal és szorgalmukkal az 50-es, 60-as években építették ezeket az objektumokat, valószínűleg, hogy rosszul érinti őket ez az információ, és azt hiszem, hogy ezt mégis azért át kellene gondolni. Hát először is, hogy a helyi közösség tulajdon a városi tulajdonba kerüljön, én azt szeretném, ha a helyi közösség tulajdona a helyi közösség tulajdona lenne, és ők rendelkeznének afelől, amiük van. És itt megint vissza kell arra térnem, hogy mindameddig a helyi közösségnek nem lesz saját pénzügyi alapja, amiből ő tud gazdálkodni, addig nem tudunk fejlődni. Tehát decentralizálni kell a városnak ezt a dolgát, hogy a helyi közösségeket hogyan pénzelik.
Mert én azt mondom, hogy itt is a helyi közösség területén, ha 4500 adófizető polgár él, akkor ebből a 4500 adófizető polgárnak a pénzéből azt a részt, ami megilletné a helyi közösséget, ha mi azt elkapnánk, nagyon szépen tudnánk fejleszteni a helyi közösséget. Úgy az úthálózatot, mind a vízvezetéket, mind a kanalizációt, amiből egy méter nincs. Szóval azt hiszem, hogy ezt úgy kellene megoldani, hogy az a pénz, ami a városi büdzsébe megy, erről a helyi közösség területéről, annak legalább egy része ide is legyen vissza befektetve. Sajnos ez most nem így van. Létezik-e kivételezés egyes helyi közösségek felé? Hát nyugodtan állíthatom, hogy biztos, hogy létezik, és méghozzá sokkal kifejezettebben, mint bármikor. Mert az előző városvezetések bármikor, amikor voltak, én azt hiszem, hogy mindegyik helyi közösség arányosan kapott pénzt. Viszont a 2008-as választások óta nagyon meglátszik egyes helyi közösségeken belül, hogy milyen vezetőség van ott. Mert ahol, hogy úgy mondjam, nem lojális, vagy nem a demokrata párti vezetőség van a helyi közösségekben, ott bizony nem fejlődik semmi, lásd a maketest. Hiába próbálkozunk mi bármit is, egy éve próbáljuk, hogy a polgármestert hivatalosan meghívtuk, hogy jöjjön ki a helyi közösség területére, és nézzük meg, hogy mik azok az égető problémák, mert rengeteg van, mert a problémán kívül más nincs. Sajnos nem hajlandó senki kijönni hozzánk. Ezelőtt 3 éve egyes illetékesek, akik kijöttek a Városépítészeti Igazgatóságból, és akkor azt mondták, hogy így, kész lesz a biciklút, kész lesz, mindent megígértek, azóta nem mernek eljönni a polgárok gyűlésére, azért, mert tény és való, hogy hazudtak akkor. És bizony nagyon-nagyon nagy kivételezések vannak, nagyon meglátszik, hogy melyik helyi közösségben ki van hatalmon. És ez szerintem nem jó. Egyrészt ez egy kicsikét provokatív kérdés olyan szinten, mert én is ezért felelősnek tartom magamat, mivel hogy ilyen a munkabeosztásom is. Én úgy ítélem meg, hogy mi úgy kezeltük ezt az egész problematikát, hogy politika mentesen, legalábbis részemről, és azt hiszem, hogy sok kollégám részéről, talán a polgármester részéről is nem fogom kihagyni, ezt próbáljuk teljesen félrerakni. Én úgy gondolom, hogy sokat megteszünk annak érdekében, hogy egyenlően fejlesszük a várost. Természetesen ezt nem lehet egyszerűen csak így fogalmazni, mert vannak olyan helyi közösségek, amelyeknek az infrastruktúrális fölkészülése, vagyis a fölépítése vagy kiépítése olyan rossz állapotban van, hogy mégis azért különbséget kell tenni egy városi helyi közösség és egy külvárosi helyi közösségevel szembe. Mire a legbüszkébb az elmúlt 4 évből? Én büszke vagyok már avval is, hogy ennek a Központ 2 helyi közösségnek a tanácselnöke vagyok a második választási ciklusban, és hogy ez idő alatt meg tudtuk őrizni azokat az infrastruktúrális objektumokat, amelyek léteztek, vagyis azokat, annak a karbantartását. A másik az, hogy megtettünk lépéseket annak irányába, hogy új terveket kombináljunk össze, és megpróbáljuk ezeket úgy értékesíteni, vagy érvényesíteni, hogy pénzhez jutást, programok, pályázatokat is megpróbáljunk megszerezni. Úgyhogy én nem büszkélkedek, én csak azt mondom, hogy még továbbra is szorgalmasan próbálom tenni azt, amit megtehetek minden nap ezért a helyi közösségé, vagy a város érdekében. Hát ha maketes nézzük az elmúlt 4 évbe, le is szűkíthetném, hogy az elmúlt 4 évből az első 2 évre vagyok büszke, amikor még tudtunk valamit produkálni. Mégpedig az, hogy többek között 2 új trafóállomást sikerült létesíteni, nagyon sok utcában, ahol nem volt közvilágítás, sikerült megoldanunk a közvilágítást. És amire rettentő büszke vagyok, az, hogy a helyi közösség területén 88 óta működik az egészségügyi központnak egy kihelyezett, úgy mondjam, tagozata, szóval orvos van, de gyógyszertár nem volt. Ezt a problémát sikerült nekünk 2009-ben megoldani. Erre rettentő büszke vagyok, azért, mert ez úgy mondjam, 20 éves probléma után sikerült orvosolni, hogy ne kelljen az embereknek beutazni a városba, akik eljönnek az orvoshoz, itt ki tudják helyszínen váltani a receptet, ne kelljen beutazniuk a városba. Ezen kívül még egy-két dologra lehetne az ember büszke, de hát
nem kenyerem a dicsekvés, de azt hiszem, hogy helyi szinten a lehetőségekhez képest nyugodtan mondhatom, hogy a maximumot produkált. Mit sajnál leginkább, hogy nem sikerült megvalósítani az elmúlt ciklusban? Leginkább azt sajnálom, hogy annak idején külön választottuk az urbanistákat, szóval külön a város fejlesztési igazgatóságra és külön az urbanistákra, akik terveznek, mert ameddig egyben voltak, addig sokkal jobban ment a munka, és azt sajnálom, hogy annyira felütötte most ezt a pártbeli hovatartozás, ami a pénzügyi dolgokra van kihatással, hogy azt sajnos, hogy így nem jó. Szóval mindent a pártbeli hovatartozás alapján néznek, és ezt én sajnálom személy szerint azért, mert így nem lehet az emberekhez viszonyulni. Mert vannak egyenlő polgárok és egyenlőbb polgárok. Szóval vannak kivételezettek, és vannak, akik teljesen el vannak hanyagolva itt a külteleki helyi közösségekben. Nem tudom, hogy én nekem kell-e sajnálnom, de lényegében azt úgy érzem, hogy ennél sokkal többet megtehettünk volna. Ez szívem mélyén úgy érzem, hogy erőnk is volt hozzá, ambíciónk is volt hozzá, terveink is voltak. Úgy érzem, hogy egyrészt a krízis, amit mindenki emleget, de azt hiszem, hogy jobban oda kellett volna figyelni arra, hogy a közösségből, a helyi közösségből milyen jelek mennek az önkormányzat felé, és talán visszafelé onnan egy olyan pozitív megítélés kellett volna, hogy jöjjön, hogy ezeket a problémákat onnan jobban megértsék, és nagyobb támogatást kapjunk. Ezt nem szégyellem, hanem azt mondom, hogy azon bánkodok, hogy ezt nem tudtam elérni, hogy ezt tudja érvényesíteni, mint egy programot, mint egy elvet, hogy ezt jobban megértsék. Ez fáj, és úgy érzem, hogy a többi tanácstagok is ugyanúgy el vannak keseredve, mert látják, hogy azért mégis nem úgy fogadnak el bennünket az információkkal, hogy ezt mi elvártuk volna. Hova sorolná a fejlettség szempontjából a szabadkai helyi közösségek közül az önét? Azt hiszem, hogy az öt. Az első öt helyi közösség közé, amelyek a felkészültségben vagy az infrastruktúrális objektumok kiépítettségét tudom kiemelni, azt hiszem, hogy ez az öt közé beletartozik. Szerintem nyugodtan állíthatom, hogy ott vagyunk a 30-tól a 36. helyen, lehet, hogy holtverseny alakulnak ki, de én azt elmondom, hogy a helyi közösség területén egyetlen egy méter kanalizáció nincs. Hogy a vízvezeték hálózatnak lehet, hogy a 10%-a van kiépítve. Hogy az utaknak a 80%-a nem szilárd borítású, nem aszfaltozott, hanem nyári utak, homokos, föld. Ha azt nézem, akkor nyugodtan állíthatom, hogy ha nem az utolsó, akkor az utolsó előtti helyen vagyunk, és ez viszont úgy értékelem, hogy ez nem a mi szégyenünk, hanem ez a város szégyene. Sajnos, hogy ide nem fektet be elegendő pénzt. Egyenletesen fejlődnek a szabadkai helyi közösségek? Hát ahogy már előbb elmondtam, hát nem fejlődnek egyenletesen. Hogy lehet egyenletesen fejlődni, ha én a 2010-es évre egyetlen egy dinárt nem kapok a városi büdzséből? Ahol jóval van hagyva, hogy a helyi közösségek működésére nem tudom, milyen 58-60 millió dinár van, és abból egyetlen egy dinár befektetés nem kapunk a maketesre. A 2010-es évre, ami lett fejlesztés, hogy úgy mondjam, csinálva, hogy egy pár utcában megcsináltuk a közvilágítást, az nem azért lett megcsinálva, mert a Városépítési Igazgatóság elintézte, hanem azért, mert a helyi közösség vezetősége és az aktivistái dolgoztak azon, hogy az meg legyen csinálva. Úgyhogy persze, hogy nem egyenletesen fejlődik, és ez nem győzöm hangsúlyozni, hogy ilyen nem volt szerintem soha, amióta én 2004-ben vagyok itt a helyi közösségben, mint elnök, de ilyennel még mint most az utóbbi két évben nem találkoztam, mint ami most van. Gondolom, hogy ez egy hipotetikus kérdés nekem, de én úgy látom, hogy a különbségek nagyok. A különbségek nagyok. Nem biztos, hogy a megítélésem szerint fölülről is teljes belátása vannak erre a témára. Ezen nagyon el kellene gondolkodni. Pro contra.